Ezek a mészkőszobrok a kőszintér kőszobrász és festő művésztelep kéthetes alkotótáborában készültek. Idén a hazai szobrászok és festőművészek mellett külföldi alkotókkal is bővült a csapat. Érkeztek Erdélyből, Szlovéniából és Kínából is művészek, akiknek az időről alkotott saját definíciójukat kellett megfogalmazniuk. Ez a harmadik kőszintér nemzetközi kőszobrász és festőművésztelep itt Balsán, a Balsai Tiszaparton. Két hét alatt a festőművészeknek és a szobrászművészeknek egy megadott téma alapján kellett alkotni. A szobrászművészek a munkanehézsége miatt egy művet készítettek el, viszont a festőművészek nagyon termékenyek voltak. Volt, aki 3-4 alkotással is gazdagította a tábor alkotásainak a sorát. A telepen a közös alkotás mellett a tanulás is fontos szerepet kapott. A 7 szobrász és 12 festőművész egymástól leshette el, majd tanulhatta meg a különböző technikák alkalmazását. Sok szórakozással, beszélgetéssel, együtt töltött időn keresztül tanultuk meg egymástól a különféle technikákat. Ugye minden alkotótábor egy kicsit arról is szól, hogy az együttalkotás folyamán ellesünk olyan dolgokat, amit a másik csinál. Például különböző festékeket hogyan használjuk, olajfesték, akrilfesték, fröcskölés, csurgatás, beleaplikálás, és nagyon-nagyon érdekes volt látni, hogy mennyire felszabadultak itt a művészek a két hét alatt, és hogy mennyi mindent tudtunk végül is egymástól tanulni. A táborban készült műveket különböző tárlatokon és galériákban mutatják majd be országszerte. Az értékesítésből befolyt összeget pedig a balsai rászoruló gyerekek segítésére fordítják majd a szervezők.